Azért nagyon fontos, hogy önök itt vannak, mert minden politikai frázis és minden felelősség áthárítás nélkül mondom, hogy önök nélkül nem fog menni. És az, hogy önök itt vannak, ez azt jelenti, hogy igenis menni fog. Azt fog számítani, hogy hányan lesznek olyanok, akik az elkövetkező napokban, hetekben elindulnak, és kopogtatnak, és beszélgetnek, és rábeszélnek, és elvisznek még egy-két-három embert szavazni magukon kívül is. Ez fog számítani ezen a választáson. Mindannyian hiszünk abban, hogy ez az ország lehetne másmilyen. Hogy az a közös haza, amit mi Magyar Köztársaságnak hívunk, az nem olyan, amilyet Orbán Viktor építeni akar nekünk. És ha önök segítenek nekünk ebben, akkor ezt a célt el fogjuk tudni érni. És nem azért, hogy én képviselő legyek, higgyék el, hogy ez engem különösebben nem érdekel. Az érdekel, hogy tudunk-e egy olyan gyökeres politikai fordulatot csinálni Magyarországon, hogy megint jó legyen ebben az országban élni. Hogy ne arról legyünk híresek, hogy hányan hagyják el ezt az országot, hanem arról, hogy hányan jönnek haza. Hogy ne arról legyünk híresek, hogy itt van a legtöbb szegény ember Európában, hanem arról, hogy ez a legszolidárisabb ország, ahol nem engedjük meg azt, hogy az emberek tényleg az útszélén maradjanak. Az, hogy önök itt vannak most, ez egy óriási élmény nekünk, és azt remélem, hogy megelőlegezi azt az óriási közös élményt, amit április 6-án meg fogunk tapasztalni. Mégpedig az, hogy ez a rezsim és ez a fajta Magyarország menni fog, és ön helyett egy másik, amit a szívünkben őrzünk, egy újabb magyar köztársaság, ami jobb, igazabb, gyarapodóbb és szolidárisabb, mint az az ország, amiben most élnünk kell.